Na jó reggelt kívánok mindenkinek! Február 11-én, péntek reggel, egy új munkahelyen, és megint sikerült gyűjtenem, szaporítanom gyűjteményemet, megint sikerült. Születésnapokra gyűjtök ugyanis, eddig már sikerült ebből a mai nappal születésnap gyűjteményemet 58-ra bővíteni. Hát elszelett 58 évem. Nem gyenge. És nem kevés. Egy 35 tonnás Hitachi gépben ülök. Egy tereprendezéssel itt csinálom Denhamban. Betonkeverő telefon a távolban, és itt gondolom, hogy sóder kitermelés folyik, mert itt minden sóder, ott a betonkeverő telefon a távolban. A betongyámúra ki kell szednem. Valószínű, hogy egy szállító szalag volt, szerintem. Annak ezek az oszlopai, úgy gondolom. Na de ha közelebb hozom, akkor igen. Más a háromszög, más az erőkar, hogy az ember közelebb hozza magához. Más az erőkar. Na majd kibaszok én ebben. Stop.
Lényeg, hogy befejeződött szerdán a munka. Tennapra nem volt munkám, és ma ide kellett jönni. Denhamba. Dobtam. Na, hogy bansz meg. Na, hozunk egy másikat. Jól mögé dobtam. Thank you.
erről van szó. Hát erről van szó. Kérem szépen. Erről van szó. A csövet innen ki kell szedni majd. De vigyázni kell, ezt a csövet ki kell szednem majd innen. Állítólag ez jó cső. Majd kiszedem. Na. Legyen már valami sikerülményem, legalább a születésnapomon. Legalább a születésnapomon legyen már valami sikerülmény. És ráadásul ez a gép, ez egy jó gép. Hozzáteszem, hogy ez a gép, ebben szinte pont popra ugyanannyi üzemóra van, mint a Leapherben, mert dolgoztam tegnap előtt. És összehasonlítva, ez mint egy új gép olyan állapotban van. A Leapherr meg annak vége volt. Annak a torka is véres volt. Egyszerűen ennyi a különbség egyébként a kanállal való munka, meg a bontási munkák között. Ennyi a különbség. Hát is gyűjtsem ki. Külön a fát. Teszem. Meg ezt is. Medence lehet, hogy még úszó mentő is van. Jó mély medencék vannak itt, ahogy elnézem.
gyere már le! Maradjon! Na! Először csövetet kiszedem. Csövet már próbálok kiszedni először. Hosszú szállítószalag van, gondolom ennek a hosszabbítása volt itt ezért a gyámok. De nem biztos, nem tudom. Toldat rajta, vagy le tudom tolni a kamállal, vagy nem tudom letolni. Vagy le tudom tolni a... Nem valószínű, mert rá van az húzva.
alakul, nem? Alakul. Szétjött, jól van. Most kéne elhúzni valahogy, de hát hogy a faszomba? Most látom, ez műanyag cső, kérem szépen. Ez műanyag cső. Műanyag vagy vas vagy milyen? Nem műanyag. De ilyen nagyon... hajlékony. Tanár szélébe kéne belakasztani a kódatot, akkor el tudnám húzni így valahogy, így. Akkor el tudom húzni. Igen. Hogy mi a faszom ez, de olyan fényesen, ha megvan klopfa, olyan fényesen csillog. De most műanyag vagy nem, hát a faszom tudja.
Tudod fogni ebből az izéval? El lehet tudod fogni ebből a... ebből... nem tudom... hol a tókja? Gyere szét! Mi anyag ez? Kicsit megsérült itt, de hát ez nem érdekes. Szerintem nem ugrott ki. Tehát valahogy szét kellett hozni. Itt van rajta egy luk. Thank you.
egy szál, ez kurva hosszú volt az egy szál. Ez nagyon hosszú, mint több, mint a fele a másiknak. Na mindegy. Egyébként Denhamban, nem messze ide, egy pár kilométer, tehát két kilométer, vagy egy kilométerre a A40-es túloldalán London legnagyobb kárbuca, hát ilyen használt bolhapiaca, ahova lehet menni, de olyan nagy, hogy egy nap bejárni sem lehet, szinte. Valami brutálisan nagy a kárbuca itt. Ez a legnagyobb, ami Londonban van. A létező legnagyobb. Nagyon sok van, szinte minden Londonban is sok van, mert minden faluban van szinte kárbuc. A kárbuc az azt jelenti, hogy csomagtartóból árult használt cikkek. Hát gyakorlatilag ez a szó történet, beáll valaki egy autóval, és a csomagtartóból kipakolja a cuccot, amit el akar adni, és azt árulja. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes a kárbucoknak a fizetési rendszere. Mindeninek van egy autóparkoló, amely parkolóba minél később jötsz, annál kevesebbet kell fizetned. Ugyanis azt kell megfizetned több pénzzel, hogy ha előbb jössz, akkor még nincsen kimozsolásba a cuccon. Tehát minél előbb jössz, annál nagyobb, ami az esélyed, hogy találsz valamit, annál többet kell fizetni a parkolóba. Vagy belépődíjat, ha olyan helyen van. Minél később jössz, annál kevesebbet kell fizetned, hiszen már a javát elvitték előled. Tök érdekes ez a... ez a szemlélet.
gyámat még onnél kihozom, azt elkezdem kaparni az egészet. Hát ezt a területet itt lerendezem, most kikapcsolom, hogy ne fogyjon az áram gépből. Kérem szépen, kicsit hátrább van a B-oszlop ezben a gépben, mint a Leaferben, mindegy. Kérem szépen, mai reggelim. Forró már, mert 3 órája fő, vagy sül, vagy melegszik. Hazai. Azt a kurva élet. Ez igen. Ez megmelegedte magát. Kérem szépen, feleségem csinálta, van hozzá rántott hús is, volt hozzá, meg van hozzá otthon, lusta voltam reggel hozzátenni. Így hoztam el. Bolonyai, az a lényeg, hogy bolonyai. Szóval fogom tenni, hogyha a feleséget tettem ebbe az edénybe, szóval fogom tenni, hogy sajtot nem tett rá, mert kellett volna sajt is. Na minden is. Húha. Megmeredett, mint állat. Jó, szépen. Ez igen. Megmeredett rendesen.
Na szóval egy baromi nagy terület itt nem, ahol sódert bányásznak ki, és ráépítettek egy betonkeverő telepet, a London Concrete, angolul a Beton Concrete. Én ezzel mindig mai napig röhögök rajta, hogy angolul úgy hívják a betont, hogy konkrét, de hát, ha így hívják, így hívják. Egy röhely, ugyanállóttam teljesen másképp mindent jelent. Mindegy. A konkrét az a beton. Sok ilyen betonkeverő szél van, hogy betont kevernek, állítanak elő. A London Concrete az egy legnagyobb. A sódert, azt meg ballasztnak hívják. Ballaszt. Az a neve a sóderről. Ballaszt. Csak hát itt ezt a sódert, amit itt kibányáztak, ezt hát mindenféle előmunkát oda kell alávetni. Ez egy nagyon rossz minőségű sóder. Ez sem közelíti azt a sódert, ami a Duna-Magyarországi szakaszán van, ami világszínvonalon is első osztályú sóder, sőt, és annál is jobb. Itt például a Temzében, a Temze folyóban nincsen sóder. Nem is kotorják a sóder, tehát nem termelik ki. Kiszap az egész meder. London belvárosában rakpartok mellé nem tudnak kiállni a hajók. Bemondod a meder közepén, mert ott elég mély a víz, kijebb már megfeneklenének, de hosszú mólókon kell bemenni a hajókhoz. Ez itt a valószínűleg, amit én szoktam nézni, tehát ilyen osztályozott kavicsomra hoznak, itt a tengerből kapolják ki. Hát ugye tengeri szállítás, tengerpartról való ide szállítás, se két fillér.
Bár hát ha belegondolunk abba, hogy mondjuk a Dunai sódát elszállítani mondjuk a Tiszántúlra, az se két fillér. A szállítás mindenképpen drága, de a betonkeverő telepeket például Budapesten ott mind a Duna mellé rakják. Nyilván a kikotolt mederkotással ellátott sóder fűszájból kipakolva nagyságrendekkel olcsóbb, mint a közúti szállítás. Mondom, a beton itt sem olcsó. Ennek ellenére nagyon érdekes az, hogy egyáltalán nem becsüli semmire. Végre a munkaidőnek ott van még a beton, nem számít. Nem számít. Lapát kézből kiesik. Ugyan haza mindenki. A gépkeznek van annyi esze, este megkotolja, ne kössön meg. Reggel egy kis cementet hozzá lehet tenni, aztán meg lehet keverni újból. Ez jó volt. Ez jó volt.
Na. Na. Viszont meg jó, hogy a reggel volt, hogy mínusz 2 fok itt. Na, hát akkor ez az a terület, ahol az előbb a betonat szedtem ki, nézzétek meg, ilyen szépen elgrábléztem, még van egy kis gráblézni való rajta, de most már azért normálisabban néz ki ez az a terület. Itt az előbb szedtem ki a gyámokat, pusztam ide kis sódert, próbáltam valami terepszintet csinálni. Na kérem szépen, az a reggeli terület, amit mutattam, ahol kihordtam a betont, az így néz most ki. Az most így néz ki. Megjárom láztalppal, azt így marad. Azt így marad. Hát itt a kutya sem szól hozzám, kérem szépen. Ki vagyok verve, mint a rideg marha a mezőre. Hát itt ilyen nagy gödrök vannak, amiből kitermelték a sódert. És most iszappal van tele, rá is van írva, hogy ne ússzatok benne. Kérem szépen. Na, hát ennyi.